A tanácskozáson a társulási megállapodás felülvizsgálatáról szóló napirendhez né Farkas Beáta, a munkaszervezet megbízott vezetője hozzátette, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében 2013. június 30-áig felül kell vizsgálni a társulási megállapodásokat, hiszen a járási hivatal megalakulása után több feladat, például a közoktatás, a családsegítés átkerült a szerencsitan kerület intézkedési körébe, míg a mozgó könyvtári feladatokat a megyei könyvtár látja el. Visóckiné Farkas Beáta kiemelte, hogy a házi segítségnyújtás 11, a belső ellenőrzés 16 település a több célú kistérségi társulástól veszi igénybe. A kistérségi gyerekesé kettő éves program is társulás feladataihoz tartozik, a gyerekesi iroda is elkezdte a működését, melynek telephelye Marákóci út 125 szám alatt a gázszolgáltató egykori irodaházában kerül kialakításra. Osika József tájapolgármestere szerint a szervezet jövőjéről szóló döntéseket, tárgyalásokat nem ilyen gyorsan és összecsapottan kellene kezelni, hanem részletesen, minden pontra kitérő részletességgel szükséges megvitatni. Tája és golob településeken a házi segítségnyújtásra nincs szükség. A támogató szolgálatba sem szeretnének részt venni, a belső ellenőrzési feladatokat is saját erőből egy külső cég segítségével oldják meg a jövőben, emelte ki hozzászólásában a polgármester. Osika József azt javasolta a tanács tagjainak, hogy csak azokért a szolgáltatásokért fizessenek, amelyeket igénybe vesznek, tehát használat arányosan állapítsák meg az összegeket. A polgármester megjegyezte, hogy a tanács megtakarított pénzét a munkaszervezet lassan teljesen feléri. Konc közölte, hogy a pénzmaradványt nem felelőtlenül költik el, hanem társulási ülésen a polgármesterek döntöttek, majd megegyeztek abban, hogy a pénzmaradványt a munkaszervezet dolgozóinak munkabérének a kifizetésére fordítják, ezért nem élték fel azt az összeget. A társulás elnöke többek között arról is szólt, hogy tudomása szerint táján és golopon olyan döntések születtek a járási hovatartozással kapcsolatban, amelyek szembe mennek a kettő településen élők akaratával. Konc hozzátette, hogy a települések képviselőtestületei döntenek a társulásban történő önkéntes tagságról, amely döntésekkel nem fog szembeszállni. Varga László taktaharkány polgármestere kiemelte, hogy fontos számításokat kell végezni azért, hogy egyik polgármester se érje majd meglepetés fizetéskor. Varga László szerint a 2014-es költségvetés számait és lehetőségeit még nem ismerik, azonban az valószínű, hogy a normatív támogatás nem lesz elegendő a feladatoknak a biztosításához, az már valószínű, hogy az önkormányzatoknak hozzá kell az összegekhez tenni. Varga László felhívta a figyelmet arra, hogy a csökkenő lakosság számra is gondolni kell, amely kevesebb normatívát is eredményez. A harkányi polgármester úgy vélte, hogy nyitották kell tenni a kistérségi társulás tanácsához a csatlakozást, hiszen így tovább növelhetnék a szervezet bevételeit és segítséget is nyújtanának a környező településeknek, mivel bizonyos feladatokat egyedül saját pénzügyi forrásból képtelen megoldani az önkormányzat. Konc Ferenc azt javasolta, hogy szeptemberben térjenek vissza ezekre a kérdésekre, addig pedig mindent át fog vizsgálni a szerencsi önkormányzat aparátusa. Barva Attila a szerencsi jegyzője kiemelte, hogy a nyári időszakot használják fel arra, hogy számítsák ki, hogy mire elegendő a pénzmaradvány, és határozzák meg azt is, hogy melyek településnek mennyivel kell hozzájárulni egyes feladatok ellátásához. Sági Zoltának Lébezberg Intézmény Fentartó Központ Szerencsi Tankerületének munkatársa szólt arról, hogy a kistérségi tanács 2011-ben nyújtott be könyvtárpályázatot. Sági Zoltán kitért arra, hogy az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. másfél évig bírált el a projektet, ami azért probléma, mivel a közoktatás, köznevelési feladatok átkerültek a tankerületekhez. A célok megvalósítására a Kistérségi Társulás Tanácsa 38 millió forintot nyert el, amelyek a gyermekek beszédfejlesztéséhez kapcsolódik. Sági Zoltán biztosította arról a polgármestereket, hogy ugyanazok a gyerekek, pedagógusok vesznek majd részt a programban, akik eredetileg is szerepeltek. Sánta Zsolta a Gyerekesé Program projektmenedzsere tájékoztatta a polgármestereket a pályázat jelenlegi helyzetéről. A program keretében létrehoznak egy gyerekesi irodát és bizottságot, egy-egy biztos kezdetházat Monokon, Megyasszón és Prügyön, egy közösségi házat Mezőzomboron, három tanodát Mezőzomboron, Taktakenézen és Tiszalúcon, valamint kialakítanak egy ifjúsági klubhálózatot. A projektmenedzser ismertette, hogy megkezdődtek a közbeszerzések, az informatikai eszközök megrendelésre kerültek. Sánta Zsolt kiemelte, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot az ESZA társadalmi szolgáltató nonprofit Kft-vel, a forrás lehívás is folyamatos. Elhangzott az is, hogy hét helyszínen lesz építkezés, melyből már három településen már túl vannak a sikeres közbeszerzési eljáráson, a szerződéskötés is megtörtént. A polgármesterek tudomásul vették a gyermekesé programról szóló tájékoztatót.